törvénye révén fogva a hivatásos tudatóságok nem lehetnek tagjai semmilyen szervezetben. És nem csak, hogy a hivatásos tudatóságok nem lehetnek tagok, hanem a hivatásos állományú tűzoltó, most már mindenki tűzoltó, tehát jómagam is, tehát nincsen polgári védelmi rendfokozatú, rangfokozatú ember a szervezetben. Így nem lehetnek hivatásos állományúak, vezető tisztségek nem töltetnek be sem szövetségben, sem alapszervezetben. Ez egyrészt rossz, egyrészt jó. Egy kicsit külön kellene választanunk a hivatásos tudatosságot, a munkáját az egyesületekétől. Ugyanakkor rossz, mert nagyon sok jó az országban, mert itt azért az egyesületi szervezés elég magas fokon áll a megyében. Sok ilyen a hivatásosok tartották a lelket nagyon sok egyesületben. Ők képviselték a szakmaiságot. Nálunk nagyon sok tudatot képzett ki a megyei szövetség, tehát itt azok az emberek gyakorlatilag, akik ezek az egyesületekben dolgoznak, valamilyen szintű szakképzőkkel részesültek, és saját maguk ki tudják nevelni, termelni azt a vezetői társaságot, valamit, akik irányítják az egyesületeket.